Bringa Park létesülhet Karcagon, Kun motívumok a karcagi fafaragó munkáiban, kimagasló matek tehetség, KSH felmérés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 23-án 18 óra 5 perckor. Több mint 1,1 milliárd forintból 39 bringa és görpark épül az Aktív Magyarország programban. A kormánybiztosi iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bevonásával 2021-ben is országos Bringa Park programot hirdetett azzal a céllal, hogy Magyarországon minél nagyobb számban és minél magasabb színvonalon álljon rendelkezésre a sportolni vágyók számára Bringa és görpark. A kormánybiztosi iroda az 50%-os önrész mellett idén 558 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt ilyen létesítmények építésére. Így 36 új Bringa Park és 3 görpark épül az országban 1,1 milliárd forintot meghaladó értékben. A hozzájárulási összegeket nem kizárólag a Bringa Parkok építésére, hanem a közvetlen környezetükben felépülő, felújítandó infrastruktúra fejlesztésére is fordíthatják a jelentkezők. A program lebonyolítója az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. A tájékoztatás szerint a támogatásra minden olyan önkormányzat, önkormányzati szerv, nemzeti park igazgatóság, erdészeti szervezet, sportegyesület, naturpark, egyházi szervezet, illetve egyéb civil és gazdasági szervezet jelentkezhetett, amelyek többek között vállalta, hogy beruházását legkésőbb 2022. március 31-ig megvalósítja. Hozzátették, hogy az országos Bringa Park program iránt hatalmas volt az érdeklődés, végül 39 jelentkező nyert támogatást. A létrejövő parkokkal a kormány célja az volt, hogy az alapvetően óvodás és alsó tagozatos korú gyermekek számára épült, hagyományosabb játszóterekből már kinőtt fiataloknak ne a digitális világ legyen az egyetlen alternatíva a szabadidő eltöltésére. Az építési program támogatási kerete számos különböző pályatípus tartalmaz. A pályázók single trailek, egy nyomvonalas földutas pálya, pumpapályák, épített egyensúlyi érzéket fejlesztő ügyességi pályák és kifejezetten az extrém sportok szerelmeseinek szánt BMX, triál és görparkok, valamint drift, freeride pályák létesítését vállalták. A pályák országszerte 36 településen épülnek fel, közöttük kisebb lélekszámú közösségek épp úgy megtalálható, mint nagyobb városok. Bringa parkok épülnek többek között Karcagon is. Andrássy Mihály fafaragóval egy gyönyörű, általa faragott Kunkapu előtt beszélgettünk a Kunkapu motívumokról és arról, hogyan is lett fafaragó. 2008-ban a Városvédő Egyesület pályázatára a Bajza utcába faragott egy új kaput. Maga a faragás tulajdonképpen nekem a mézes kalácsból jött. Tehát először mézes kalács ütőfákat kezdtem el faragni, és akkor éreztem, hogy ez úgy megy nekem, ez a 90-es évek eleje közepe, és aztán kezdtem bútorokat faragni, és többször ugye a Kunkapu is képbe jött, úgymond. Hát eleinte csak tanulmányozgattam archív fotókról, Karcagon megtekintettünk néhány kunkaput, ami még áll mai napig is, és hát ez alapján kezdtünk el kunkaput készíteni. Annak idején Hemző János barátommal, Barta Bandival. Hát és akkor jött 2008-ban a Városvédő Egyesületnek ez a pályázata, és akkor a Hajdú család jelentkezett erre a pályázatra, és akkor engem kértek föl, hogy készítsem el ezt a kunkaput. A kunkapu egyszerű formákból, geometrikus alakzatokból tevődik össze. Néhol fellelhető rajta az égfaragás, míg a kalotaszegi kapuk sokkal dízesebbek. Tulajdonképpen a kunkapu az jóval egyszerűbb formákat használ.
inkább ilyen mondhatni geometrikus alakzatok, többféle geometrikus alakzatokból tevődik össze, és néhol felelhető rajta ilyen égfaragás. Hát a kalotaszegi kapuk azok sokkal díszesebbek, több leveles virág mintát használnak. Andrássy Mihály kapuin több leveles virágmintát használ. Ezek a kedvenc motívumai, mintái mellett a minőség számára a nagyon erős szempont. Autentikusnak kell valamilyen szinten lenni. Talán inkább úgy mondanám, hogy a minőség, ami számomra nagyon-nagyon erős szempont. És hát igyekszem tökéletesre készíteni a kapujaimat, hát mondjuk 90%-ban, hogy nagyjából sikerül is. A kunkapuk jó részt kézzel készülnek, de van gépi munka is. A robosztus oszlopokat fűrészelni, gyalulni kell, és a rajzolás után kezdődhet a faragás. Itt majdnem minden kézzel van készítve. Hát van azért gépi munka is, mert ugye ezek elég robosztus oszlopok. Azt ugye fűrészelni kell, gyalulni kell, rajzolni kell, és utána a rajzolás után ugye kezdődik a faragás. Vannak ugye a faragásnak keményebb részei, mikor ugye nagyobb formákat alakítunk ki, és akkor vannak cizelláltabb részek is, ahol finoman kell, és pontosan kell dolgozni. A Hunyadi utcai kapu dr. S. Kovács Ilona megálmodott új kapuja. Régen is egy ilyen kapu volt itt. Ez a kapu már egy kicsit úgy megérett, tehát úgy érzem, hogy ez az a kapu, ami legjobban sikerült, mióta így kunkapu témával foglalkozok, és kunkapu faragása. Itt letisztultak azért már bennem is dolgok, és egyre tökéletesebb kapukat tudok készíteni. A mester úgy érzi, ez az a kapu, ami a legjobban sikerült. A tetején lévő fedelén egy tulipános díszítmény van, aztán egy kis tető, ami megvédi a kaput az időjárástól, esőtől, napfénytől. A két oszlop fönn két rozetta, és lejjebb geometrikus díszítmény van. Ugye ez egy kúsági fedeles kapu, a fedél tetején egy tulipános díszítmény van, aztán ugye ez a kis tető, ami tulajdonképpen esztétikai funkció is, meg védi a magát a kaput az időjárástól, esőtől, napfénytől. És aztán az oszlopon van két oszlop fönn, ugye két rozetta, és lejjebb pedig ez a geometrikus díszítmény, ami a kedvencem tulajdonképpen. A nagy kapu egyszerűbb. A faragásánál az anyag meghatározza, mit készíthet. Ha van anyag, abból nagyobb ívű formákat tud kialakítani. Ha kevés, akkor egyszerűsíti a formákat. A nagy kapu az egy egyszerűbbre sikerült, ugye, mert általában a faragásnál úgy van, hogy ugye az anyag meghatározza az, hogy mit készítünk belőle, és hogyha van anyag, akkor abból lehet nagyobb ívű formákat kialakítani, de ha kevés az anyag, akkor inkább egyszerűsítjük ezeket a formákat. És itt is ugye ez a rozetta díszítmény van, és a nagy kapu az egy kicsit egyszerűbb lett tulajdonképpen. A kerítés meg ez a függőleges deszkázat van, és felül pedig megkoronáz egy vízszintes deszkázat, és ez kap egy ilyen fedelet tulajdonképpen, ami letakarja. Az is azért van, hogy védje magát a kerítést az időjárástól. Andrássy Mihály is bemutatta kicsiben kapuit a Népművészeti Egyesület tavalyi kiállításán a múzeumban. Egy nagyobb kapu elkészítése az azért nagyobb kihívás, de hát a kicsivel is elég sokat el kell bíbelődni, mire elkészül, mert ugyanúgy
láthatóvá kell rajta tenni azokat a formákat, ami a nagykapun is ott van. Ha évtizedekkel ezelőtt nem kezd el mézes kalács, ütőfa mintákat készíteni, valószínűleg ma akkor is faragna, hiszen az alapokat még nagyapjától leste el gyerekként. Ugye a mézes kalácsosság miatt a Jóisten úgy akarta, hogy belesodródjak ebbe a dologba. Hát, anyai nagyapám volt egy ilyen, hát mondhatni, hogy fafaragó ember, mert rengeteg használati tárgyat, különböző dolgokat készített, és akkor én ott gyerekként ott sündörögtem körülötte, és akkor ebből jött nekem a fának a szeretete. És hát mikor mézes kalácsos lettem 1988-ban, akkor ugye mi nem tradicionálisan lettünk mézeskalácsosak, hanem próbáltuk ezt a szép hagyományt egy kicsit itt Karcagon feleleveníteni. És mivel nem rendelkeztünk ütőfával, szerszámokkal, így kezdtem el valójában mézeskalács ütőfákat faragni. A bútorok mellett kisebb-nagyobb szobrokat is faragott már. Tavaly a kisgyűri fafaragó táborban volt, ahol szoborfaragóktól tanult, így szívesen bevállalna egy szobrot is. Nagyon is érdekel a plasztikusság, tehát kisebb, naív szobrokat eddig is faragtam már, de motivál tulajdonképpen a szoborfaragás. Például tavaly voltam kisgyőri faragótáborban, ahol zömében szoborfaragók voltak, és ott eléggé inspiráló volt ez számomra. Tehát szívesen bevállalnék egy szobrot is. Míg a mézes kalács ütőfához a körtefa a legjobb, bútorokhoz a diófa és a tölgyfa jó. Most körtefából nagyon szép mézes kalács ütőfát, somfából egy juhászkampót farag. Kis Milánnal, a karcagi Nagykun református általános iskola végzősével arról beszélgettünk, hogy mi mindent kapott a refitől. Elmondása szerint nagyon sok tudást kapott. Nagyon jó matematika tanárai vannak, akik versenyekre nagyon jól felkészítik. Nagyon sok mindent kaptam, nagyon sok tudást, nagyon jó matematika tanárok vannak, és versenyekre nagyon jól felkészítenek. Miért pont a matematika áll hozzád legközelebb? Hát igazából alsós korom óta versenyekre járok, tehetséges vagyok benne, és... Tehát a logika fontos számodra, vagy amikor ott át kell látni mondjuk egy nagy feladatsort? Hát inkább a logika, ami fontos, hogy meg kell érteni, hogy úgyis működnek a feladatok, és az alapján megoldani őket. Most itt a természettudományi teremben beszélgettünk, itt azért a fizika, kémia, tehát ezek is közel vannak hozzád, vagy inkább csak a matematika? Igen, a fizikát is szeretem. Fizika versenyen is voltam, és fizika-matematika versenyen. De mondjuk egy magyar verseny, az elképzelhetetlen? Hát, voltam ilyen szavalón, de ez nem annyira megy, nem annyira áll közel hozzám. Órákon odafigyel a magyarázatra, és így otthon 1-2 óra nagyjából elég a tanulásra. Nem, én szerintem nem tanulok olyan sokat, mint a többiek, inkább odafigyelek az órákon, és így próbálok tanulni. Ez mondjuk napi mennyi idő? 1 óra, 1,5 óra? Hát igen, 1-2 óra nagyjából. Amatőr szinten 8 éve kézilabdázik, de volt városi atlétika versenyen is. Amatőr szinten sportolok, 8 éve kézilabdázok, meg voltam városi atlétika versenyeken is. A sport az fontos az életedben azért, hogy amatőrként csinálod? Fontos. Nekem nagyon a testmozgás, mert nagyon fontos az embereknek, az egészségnek, hogy egészségesek legyenek az emberek. Nem tartja magát különösebben kreatívnak, de szereti maga körül a rendet a szobájában. Anyja számíthat rá a porszívózásban, az állatok etetésében is. Bár nem focizik, de megnézi a labdarúgás meccseket, a kézilabda világbajnokságot és a bajnokok ligáját is.
Tovább tanulni matek fizikával szeretne. Még nem döntötte el, mi lesz, de matek tanár biztos, hogy nem. Matek fizikával szeretnék tovább menni, de még pontosan nem döntöttem el, hogy mi akarok lenni. Mi az, ami biztos, hogy nem lesz? Tehát mondjuk leszel matek tanár, vagy az már biztos, hogy nem? Hát szerintem matek tanár nem leszek. Mert akkor ezzel a két tárgyal azért sok pályát választhatsz magadnak. Mi az, ami úgy érdekel? Hát a mérnök, annak szívesen mennék. Hát nagyjából még ezen gondolkoztam eddig. Barátaival sokat szórakozik, de órákon csendben van és figyel. Ha barátai kérik, segít nekik matematikából is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Karcag településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata alapján. A felvételek országos statisztikai adatvédelmi program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők. 15-39 munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei havi rendszerességű. 19-42 a lakosság utazási szokásai 2021. április-július-október 2022. január hónapokban negyedéves gyakoriságú. 2003 felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz használatáról 2021. április-június. 2154 háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel éves kikérdezés 2021. április-május között. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. Fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóiknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek webben történő önkitöltési lehetőséget részesítség előnyben. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikákról szóló 2016. évi 155. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. 679. rendelet általános adatvédelem rendelet GDPR előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül összesített statisztikai táblázatokban közlik. A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 30 között, pénteken 8 és 14 óra között a +36 80 200 766-os telefonszám 3-as mellékén, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található adatszolgáltatóknak per adatszolgáltatás teljesítése per elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!